Csak magyaroknak mondom, mert ez itt nincs, itt folyamatos dinkaság van. Tehát én egy modern, 18 éves, hogy vagyok, én szarul nézek ki, semmi baj, nem az a lényeg. Én egyetértek a hölgyekkel abban, sőt az urakkal is, én még nem tudtam, de egy másodperc, önök keresik az igazit. Én ezzel egyetértek. Csak szűzlenkel. Nem. Nekem nem az a bajom. Tehát összejön a Jancsi és a Juliska, azt hiszik, hogy ez vágy, nincs ez a baj, főhozok egy óvszert, és dugdak valahogy. Pillanat, mivel intelligens emberek vagyunk, mert már vagyunk 18, én is, meg önök is, meg ti is. Jó volt? Nem. Nekem se. Ez szar ötlet volt. Nekem az a problémám, egy másodperc, hogy ilyenkor jól átgondolják-e, kettes üzenetem, én nem voltam a Bujáki Zsolt ex-e. Nem is vagyok, nem is leszek, nem. Én kulturáltan tudok vele beszélgetni, jó? Mi emlékeim vannak? Önök miért nem tudnak kulturáltan beszélgetni egymással, hogyha valami rosszul sült el? Meg ezt nagyon gondolják már, hogyha barátok, akkor csak úgy összefekszenek? Mert utána át kéne gondolni, az jó volt-e. Mert meg szoktak így lepődni, hogy nem így képzeltelek el, mint barátot. Nagyon gondolják át, hogy most önök barátok-e, vagy ezt mondjuk, barátok vagy szeretők, de nem... A másik problémám, én egyetértek a hölgyekkel abban is, hogy óvszerben jobbra-balra kufirtoltak egész nyáron. Én nem ítéltem el őket. Én nem. Csak azt szeretném megkérdezni tőlük, tehát én 18 vagyok, így próbálgatom a szárnyaimat, de így nézegetem a magyar társadalmat. Én azt kérdezem tőlük én nyugodtan, de én nyugodtan, hogy van olyan hölgy, aki lefeküdt 74 fiatal emberrel nyáron. Ö, ö, ö.